A nyolc nő olvasó próbája. Robert Thomas bűnügyi komédiája egy francia kastélyban játszódik. Egy nagymama, egy anya, egy nagynéni, egy sógornő, két leánygyermek és két alkalmazott él ott, illetve egy férfi, aki apa és szerető is egy személyben. Ő az, aki karácsony reggelén már nem ébred fel, mert egy kés áll ki a hátából. A gyilkos pedig bárki lehetett a nyolc nő közül. Elég sokat dolgoztam a szövegkönyvvel, hogy mindenfélét belerakjak, amitől szerintem ez élvezetes vagy érdekes lehet ez az előadás. Szerintem nagyon-nagyon sok humor van benne, nagyon izgalmas, érdekes karakterek, akik egymás között nyomoznak, azt hiszem ennyit el lehet árulni. Nyolc nő azt nyomozza, hogy vajon ki ölte meg a család egyetlen férfi tagját. A rendező azt mondja, amikor először dolgozott csak nőkkel, arra számított, hogy nem lesz egyszerű dolga, mert a színésznők majd rivalizálni próbálnak egymással. A mikve próbái alatt azonban kiderült, hogy ez Tatabányán nem így működik. Hála Istennek eddig ezeket megúsztam, tehát hogy mindig, amikor csak nőkkel dolgoztam, akkor az iszonyatosabb profi csapatmunka volt, sőt, talán még sokkal koncentráltabb munka is, mint amikor vegyes színészi csapattal dolgoztam, úgyhogy én azt gondolom, hogy nem azt mondom, hogy ez egy legenda vagy egy babona, de itt legalábbis Tatabányán hála is, jó Istennek olyan nők vannak és olyan színésznők, akik remekül tudnak egymással dolgozni. Gébit az áldozat feleségét Csarnó és Zsuzsanna alakítja. Azt mondja, nem ez az első alkalom, hogy Tatabányán játszik, és most is nagyon szívesen jött. Nagyon szeretem a milliójét is, az egész társulatnak, a színháznak, úgyhogy nagyon jól dolgoztunk tavaly, a mikvét csináltuk, amiben szintén ennyi nő volt, és akkor vannak emberek, akikkel már dolgoztam tavaly, és nagyon megszerettük egymást, és vannak újak, akikkel máshol játszottunk együtt, és akkor most mind összetalálkozunk. A Guelmino Sanyi meg, aki rendezi, ő vele meg nagyon komoly nagy munkákat, nagyon sokat csináltam már, úgyhogy garantálva van a siker. A nyolc nő bemutatója április 8-án lesz a Jászai Mari Színház Népházban.